Köszöntöm Önöket, Sződi Zsolt vagyok, az Útravaló című vallási műsor szerkesztő műsorvezetője. Mai vendégünk Skalicki Csaba Örs, a Budai Ciszterci Szent Émre Gimnázium új spirituális vezetője. A következő mintegy negyed órában tartsanak velünk. Köszöntöm Szkalicki őrsatyát, a Budai Cisterci Szent Gimnázium új spirituális vezetőjét. Mit kell tudni erről az intézményről általánosságban, kérem a múltjáról, illetve a jelenéről is meséljen egy kicsit. A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium nagy múltra tekint vissza. Egyrészt, amikor a szerzetes rendünk létrejött a középkorban, még nem kapott ilyen hivatást, hogy fiatalokat neveljen és tanítson, hanem inkább egyfajta visszavonult kontemplatív életet éltek a rendtársak. Az 1700-as évek második felében, amikor feloszlatták a jezsuita rendet, Magyarországon több iskola maradt árván, tanári kar nélkül, és ekkor több katolikus szerzetes rend lépett be ebbe a feladatba, és foglalta el ezeket az iskolákat, így a Cisztelci rend is három iskolát kezdett el fenntartani és működtetni, az Egri, Székesfehérvári és a Pécsi gimnáziumot, majd az 1800-as évek végén egy bajai, korábban Ferences gimnáziumot is átvett a rendünk, és ez a négy gimnázium annyira jól működött, és a rendtagok annyira beleszerettek ebbe az új hivatásba, fiatalok nevelésébe és tanításába. hogy Fölmerült az az igény, hogy az ország fővárosában is nyissanak egy gimnáziumot, és a főváros éppen akkor, 1900-as évek elején terjeszkedett erre Budának ezen részén, akkor még az első kerület volt ez, a Gellérthegy déli oldala, és az új városrészhez kellettek iskolák, plébánia, és itt találkozott a fővárosnak és a rendünknek a, a, az érdekei és a tervei. Megszületett a megállapodás, úgyhogy a Ciszterci rend itt Budán nyitott egy gimnáziumot 1912-ben. Akkor még nem ebben az épületben, hanem a mai Fehérvári út és a Móricz Zsigmond körtér sarkánál lévő épületben, ott egy elemi iskola működött, és... Hát ilyen albérletszerűen kapott egy osztálytermet az induló új gimnázium. Majd évről évre, ahogy újabb évfolyamok érkeztek, egyre több tantermet kaptak. Fölmerült azonban az igény, hogy a Ciszterci Iskolának legyen egy önálló épülete, és 1927-ben kezdték meg ennek az épületnek, ahol most vagyunk, az alapkő letételét, és két éven keresztül folytak a munkálatok. 1929-ben nyílt meg a gimnázium szeptemberben. Ünnepélyesen vonultak át a ciszterci diákok, korábbi épületükből ebbe az új iskolaépületbe. A tanítás nagy sikerrel és eredményességgel folyt itt évtizedekig. Jól ismerjük a második világháború utáni eseményeket. Magyarországon a kommunista hatalom átvétel következtében éles vallás egyház üldözés kezdődött el, és ennek a következménye volt, hogy 1948-ban államosították az egyházi iskolákat Magyarországon, és ennek esett áldozatul a Szent Imre gimnázium is. És onnantól kezdve egy állami iskola működött ebben az épületben, József Attila gimnázium névvel, az új gimnázium is ör, megőrizte azonban a ciszterci hagyományokat és az itt tanító tanárok lelkületben, hozzáállásban azért sok mindent tovább vittek mindabból, amit itt évtizedekkel korábban a ciszterci szerzetesek végeztek. A rendszerváltás után lehetőség volt arra, hogy a szerzetes rendek visszakérjék a tőlük elvett iskolákat. 1992-től még a József Attila gimnázium keretei között indultak már úgynevezett ciszterci osztályok. Ez annyit jelentett, hogy a József Attila iskolába iratkoztak be ezen diákok is, azonban hetente kétszer hittanóra volt nekik beépítve az órarendbe, hetente Szentmisén vettek részt a mellettünk levő Szent Imre plébánia templomban, és 1997-től jött létre, jöhetett létre újra a Szent Imre Gimnázium budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium névvel. Ekkor még néhány éven keresztül a két iskola közösen osztozkodott az épületen. A József Attila Gimnázium azonban már nem vett fel ide új évfolyamokat, ők egy másik épületbe költöztek, és hát így most már a Szent Imre Gimnázium teljesen belakta és birtokolja ezt az épületet. Jelenleg 900 diák tanul itt az iskolánkban, részben 11. kerületből érkeznek a növendékeink, de más kerületekből, bufőként Budának a vonzás körzetéből, környező településekről vannak itt diákok. A tanári kar hány tagot számlál? 60 fő felett van a tanári karunk, és hát ketten vagyunk a tanári karban ciszterci szerzetesek, mind a ketten hittan tanítunk itt. A hittan tanulás kötelező, hetente két órában az óra iktatva folyik a hitoktatás, és hetente egyszer pedig úgynevezett évfolyam miséken vesznek részt a diákok, tehát minden osztály hetente egyszer hétköznap egy szentmisén van jelen. Ezen kívül pedig évente kétszer lelki gyakorlatot is tartunk a diákoknak. Szeptember elsője ugye nagyon fontos dátum az oktatási intézmények életében. Lesz-e változás a tavalyi évhez vagy a korábbi évekhez képest, ami jelentős? lelki területen, ami hozzám tartozik, beáll néhány változás. Ez annak köszönhető, hogy hát egyre fogyunk itt Budán is a rendtagok, és a feladat, a munka pedig változatlan marad. Egyrészt nekem is a mellettünk levő Szent Imre plébánia templomban lesz több feladatom tehát hétköznaponként az esti hatos szentmiséket fogom ott tartani. Vasárnap is kapok egy új szentmisét, este 9 órakor indítunk egy új szentmisét, főként a fiatalokra, egyetemista korosztályra számítva. Ezekben nekem mind ott kell lennem, és ez azt eredményezi, hogy a évfolyam miség szerkezete is átalakul szerdánként lesz reggel 7 órakor mindig a nagy évfolyamainknak, tehát a felső négy évfolyamnak szentmiséje a Szent Imre templomban, tehát most már nem bontjuk le évfolyamokra, hanem a négy évfolyam együtt tud részt venni azon a szentmisén. Az alsóbb évfolyamok, tehát az alsó négy évfolyam pedig a plébániai nyolcas miséken fog részt venni. Annyi változás lesz még a lelki programokban, hogy az előző években nem fordított, nem volt annyi hangsúly azon, hogy a diákok gyóntatását elősegítsük és megszervezzük. Erre mindenképpen szeretnék energiát és időt fordítani, főként a környékbeli, az esperes kerülethez tartozó atyákra számítva fél egy-egy alkalomra, délutánra meghívok atyákat, és a diákok számára pedig hát előző héten felkészítést tartunk a Szent Gyónás szükségességéről és annak a menetéről, és hát bátorítjuk, buzdítjuk őket, hogy vegyenek részt ezeken a közös gyónásokon. Ezen kívül a diákjaink természetesen azon a plébánián, Azokon a plébániákon, ahol a lakóhelyük szerint illetékesek, ahova a családjuk tartozik, ott is bekapcsolódnak a plébánia életébe, a lelki programokba. Tehát nem csak a gimnázium folytatja a diákok lelki életének az irányítását, szervezését, hanem a lakóhely szerinti plébánián is részt vesznek különböző programokon. Őrs mit üzen a kisdiákoknak, vagy nagyobb diákoknak, akik az első évüket kezdik majd itt meg a gimnáziumban? Hogyan oszlatja el esetleg a félelmeiket nekik, illetve a szülőknek? Bátorítom a diákokat, nem csak ebben az iskolában, hanem bármilyen oktatási intézményben is kezdik el a tanulmányaikat. Egy óriási lehetőség áll előttük. Az iskolát, a tanévet azt úgy kell felfogni, hogy a gazdagodásra, a gyarapodásra, az előrehaladásra egy óriási lehetőség. És minden diáknak megvan a felelőssége, hogy ebből mennyit fog meríteni. Azt hiszem, hogy egyébként minden diák felfogja és beismeri azt, hogy az iskolára szükség van, azokra az ismeretekre, amelyeket számára a tanárok közvetítenek az életében, felnőtt korában nagyon nagy szüksége lesz, és kár lenne elfecsérelni ezt az időt, amelyet egyébként is az iskolákban kell tölteniük, és hogyha ezt nem odafigyeléssel, vagy nem tanulással töltik, akkor az idő az elszalad, és tulajdonképpen üres zsebbel, vagy üres fejjel fognak távozni az iskolából, és később majd felnőtt korukban nagyon fogják ezt bánni, hogy mennyi dolgot, ismeretet, tudást, tapasztalatot megszerezhettek volna a tanáraik által. De hát remélem, hogy az iskolába azért minden diák úgy jön, hogy ezt átlátja, és lelkesedéssel, tanulási vágyjal, és hát természetesen azzal a igényel is, hogy jó közösségbe érkezik. Tehát biztos, hogy rengeteg élmény, kaland fogja várni őket, az osztálytársakon és az iskolástársakon keresztül. Azt kérem tehát minden diáktól, hogy bátran és lelkesedve induljon neki ennek a tanévnek. Szeretnénk a Szent Imre gimnáziumban, én is főként, mint spirituális vezető, a diákjainknak erős hitet és tartást adni az itt töltött éveik során. Azt hiszem, hogy mindannyian tapasztaljuk, hogyha a híreket, a napi híreket hallgatjuk, különböző válságok indulnak el, korunkban pénzügyi, gazdasági válság, és ez magával hoz a társadalom életében nehéz helyzeteket, összeomlásokat. Sokkal nagyobb szükség lesz a hitre az eljövendő időben, mint amely talán a mögöttünk levő közelmúltban volt, hiszen a válságokban, a nehézségekben az az ember tud megmaradni, talpon maradni, aki erős hittel rendelkezik. Aki mulandó, törékeny dolgokba veti a bizalmát és arra alapozza az életét anyagi dolgokra, azok szerte foszlat, szétmehetnek, összetöredezhetnek, elmúlhatnak és akkor az ő léte is a semmibe hullik. Azonban, aki örök értékekre és az egyik az Istenbe veti a reménységét és a bizalmát, az át tud menni a legnagyobb kihívásokon is. Azt kérem tehát minden diáktól, hogy ne csak az iskolában, ne csak egyszerűen tudásban próbáljon meg gyarapodni, hanem a lelki programokat is használja ki. És a hitében, a vallásosságában is erősödjön meg, mert erre legalább akkora, vagy még nagyobb szüksége lesz majd felnőttként az életben, mint a megszerzett adatokra és információkra. Szeretnénk olyan fiúkat, férfiakat nevelni, akik majd családapaként szikla szilárdan tudnak állni, és nem csak a saját életüket, hanem a családjuk, a gyermekeik életét is. A vállukon tudják hordozni, és biztonságot tudnak nyújtani a családjuknak. Szeretnénk olyan lányokat, asszonyokat, családanyákat nevelni, akik gondoskodni tudnak nem csak önmagukról, hanem a rájuk bizottakról, férjükről, gyermekeikről, hogy így az egész nemzetnek, Magyarországnak is olyan tagjai lehessenek, akik értékeket képviselnek és ezt az értéket, a hitet, a tisztaságot sugározni tudják a környezetüknek. Tehát amit itt szereznek az iskolában a diákjaink, azt felelősségük és kötelességük tovább is adni az életben, a munkahelyükön, a családjaik, barátaik, ismerőseik között. Mai műsorunkban megismerkedhettek a budai ciszterci Szent Imre templommal és gimnáziummal. Köszönöm kitüntető figyelmüket, jövő héten újra találkozunk. Viszontlátásra!